Rengeteget látni téged az akadémián, hány területen kell egyszerre megfelelned? Én főállásban 2013 óta nevelőtanárként dolgozom a kollégiumban, Kis Zoltán igazgató úr keze alatt. 2013 óta dolgozok szintén a Letenyei iskolában katolikus hitoktatóként, és 2014. januárja óta pedig a Reáltanodának vagyok a vezetője. És mire lehet azt mondani, hogy a szíved csücske, tehát ami a legközelebb áll hozzád? Mindegyik területtel meg vagyok elégedve, mindegyik ad olyan kihívást és olyan örömet tud nekem szerezni, amivel elégedett vagyok. Egy kicsit a három talán így sok egyszerre, ezért nincsen például mondjuk annyi szabad időm, mint talán másnak, aki egy területtel foglalkozik. A Reáltanod a szakmai koordinátor munkakör pontosan mit foglal magába? A Reáltanod a projekt az az akadémiának tulajdonképpen a jobb keze. Szeretne 50 olyan rászoruló fiatalon segíteni, és ezt próbálom ezt a munkát összefogni, hogy a fiatalok kapjanak egy olyan életesét az akadémia segítségével, a Reáltanod a program segítségével, amit egyébként nem kapnának meg. Számos területen kapnak segítséget, például rendszeresen sportolnak, hetente futball és kosárlabda edzéseken vesznek részt különböző korcsoportban, melegítőt, meszt, cipőt, különböző juttatásokat kapnak, élelmiszercsomagot, kirándulásokat szervezünk nekik, színházlátogatást, egyeki Korda filmstúdióban tettünk látogatást az elmúlt évben, és hát mind ezeknek a háttérmunkáit igazából a szervezem, ezt takarja a munkaköröm, illetve a Real Madridnak is vannak elvárásai, a Real Madrid alapítványnak, akivel ugye szerződésben áll az akadémia, amiket szeretne megvalósítva látni, és ennek megfelelően ő az instrukciókat mindig megosztja e-mailben, e-mailezünk egymással, az ottani kollégákkal, és több nagy rendezvényt is hoztunk már létre közösen. Például 2014-ben a Copa Almát felcsúton először a Szociális és Sportiskolák nemzetközi futballtornáját. Mikor vált egyébként misszióvá számodra a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítése? Azt tudni kell rólam, hogy mielőtt ide jöttem dolgozni, én 7 évig a Bicskei Kossuth-Zsuzsa gyermekotthonban dolgoztam, és mondhatom, hogy ott érintett meg ezeknek a gyerekeknek az a fajta szüksége, amiben ők élnek, és amiről tulajdonképpen nem is tudnak. Észrevettem, hogy ők a szabályokat teljesen másképpen értelmezik, mint ahogy azok, akik normális családban nőnek föl, és a felnőtt számukra nem egy tekintély. Sőt, legtöbbször az agresszió, az elnyomás és a különböző devianciáknak a megtestesítője. Ott tapasztaltam azt meg, hogy tulajdonképpen tiszteletet csak úgy tudok elérni náluk, ha akkor is adok, amikor ők egyáltalán nem érdemlik meg. Egyáltalán nem szolgálnak erre rá. Ez vált pedagógiai eszközömmé. Én ezt a fajta módszert alkalmazom itt most az akadémista gyerekek között is. Itt is vannak olyan gyerekek, akik visszaélnek, vagy esetleg olyan módon viselkednek, ami nem feltétlenül a tiszteletet sugározza. Ővelük is napról napra ugye megbocsátás eszközével lehet sikereket elérni. Mik voltak azok a momentumok, illetve esetek, amik leginkább megragadtak benned? Több nagyon nehéz, hátrányos helyzetű gyerek volt a csoportomban, és nem is tudom, melyiket ragadjam ki, de talán az egyik fiú, aki egy kisfiú, egy óvodáskorban bekerült fiú, aki aztán Reáltanod a programban is sokáig részt vett. Egy olyan fajta
változáson ment keresztül, talán lehet mondani, a valamennyire én is tettem érte, hogy ez a változás létre jöjjön, aminek köszönhetően már a Letenyei Lajos szakközépiskolában jelenleg pincérnek tanul. És a családi háttere, az indítatása nem feltétlenül predestinálta volna őt erre az útra. Én ezt egy sikertörténetnek élem meg, úgy gondolom, hogy van hozzá valamennyi kicsi közöm. Próbálod még egyébként utána nyomon követni a fiatalok életét, miután befejezted velük a közös munkát, illetve foglalkozásokat, van egyfajta készfogás még utána? Jelenleg a Reáltanoda program keretében én rendszeresen járok a volt munkahelyemre, a gyermekotthonba, Bicskére, és ott találkozom a gyerekekkel, a növendékekkel, a csoportomba tartozó fiatalokkal is mondhatom, hogy tartom a kapcsolatot. Nyilván ez nem olyan szoros, mint akkor, amikor heti 40 órában tettem ugyanezt, de mindegyikről tudom, hogy hol tanulnak, mit csinálnak, és örömmel szoktuk egymást üdvözölni, érdeklődünk egymás felől. És vannak még távlati céljaid, amiket még nem valósítottál meg, és nagyon szeretnél? Én úgy gondolom, hogy itt a különböző munkakörökben megtalálom azt, amit keresek, és én nagyon nyitottan, tehát olyan céljaim nincsenek, nem tudnék megfogalmazni egyet sem, amit minden áron el szeretnék érni, hanem próbálok azokhoz az új információkhoz alkalmazkodni, amik érnek ingerek ezeken a különböző területeken, és ezeken belül veszem észre azt, hogy minél többet teszek bele, annál több dolgot kapok, annál több eseményre hívnak meg, annál több dolognak vagyok a gazdája, és inkább úgy veszem észre, hogy ezek közül, ha becsületesen, tisztelettel szeretné az ember csinálni sokáig hosszú távon ezt, akkor inkább egyet-egyet le kell majd adnom, mint hogy emellé fölvegyek valamit. Ahogy meséltél egyébként, nagyon éreztem azt, hogy a szíveden viseled ezeknek a gyerekeknek a sorsát. Közel játszhat ebben az, hogy négyszeres apa vagy? Igen, négyszeres édesapa vagyok, és igazából én egy 7 gyerekes családból származom, Nógrád megyei Kállóból. Első szülöttként én tulajdonképpen a harmadik testvéremtől lefelé ilyen kvázi szülői jogokat gyakorolhattam szüleim jó voltából. Tehát nem okoz problémát a gyerekek tisztába tétele, vagy bármilyen ilyen kisebb gyerekek ellátására irányuló tevékenység. Itt most a jelenlegi munkakörömben ugye nem kisgyerekekről van szó, tehát az a kihívás, ami a nevelőségben van, hogy egy élsportolót motiváljak, ebben irányú mély tapasztalataim nincsenek, tehát ez tetszik ebben az állásban, ebben a nevelőségben.